Üdvözlök mindenki, biztos rutinitalan leszek, bár igyekszem jól csinálni, ezt megköszönöm, ha akár járnak, mert azt szól, hogyha valamit nem megfelelően csinálni, nem volt még időm az ügyrendből teljesen felkészülni. A határozatképességet azt megállapítom, minden bizottsági tag jelen van, és akkor megnyitnám az ülést. Először ugye a napi rendről kéne szavaznunk. Köszönöm. Tehát az egyik az egyes napi rendben van a negyedik fasorra kapcsolatos közbeszerzési eljárás, a másik egy OTP folyószámla hitel felvétele a jövő évben, a harmadik egyebek. Polgármesteri lenne alapvetően az előterjesztő az első kettőhöz, ugye, mármint előadó, bocsánat. Ott van, előadó, Németh Miklós polgármester. Jó. Fel tudom olvasni, de jó. Ez van ott, én ezért nem készített a gondot. Először szavazzunk akkor, hogy a napi rendet elfogadjuk-e. Egy hangúan elfogadta, mindenki elfogadta. De először hallgassuk meg akkor a polgármester urat, mint előadót, igaz? Igen, elfogadjuk valamit. Igen, köszönöm szépen. Jó, akkor köszönöm szépen a szót. Gyakorlatilag ugye kicsit vissza kell mennünk az időbe azért, mert az elmúlt pár év, vagy pár év tudod arról szólok, hogy miként és hogyan lehet megoldani a település úthálózatának fejlesztését, amire lehet azt mondani, hogy most már annyi tapasztalattal körülbelül 8, kötője 10 évente írják ki a mindenkori kormány egy pályázati lehetőséget. Amúgy különben a települések önmaguk által, önmaguk pénzéből és lehetőségeiből biztos, hogy nem fognak tudni utat építeni. Ehhez jött egy olyan kormányzati kiírás, mert az uniós pénzekből a Közép-Magyarországi régió folyamatosan kimaradt. Ehhez jött egy olyan kormányzati segítség, ami arról szólt, hogy ez egy kompenzációs alapot írtak ki a Közép-Magyarországi régión elhelyezkedő, tehát kvázi Pest megyében levő és érintett településekre. Körülbelül két és fél három évvel volt az, hogy a testület már gondolkodott arra, hogy egy gerinc úthálózat kialakítását kellene elindítani. A főépítész asszony és a testülettel saját tapasztalataink, illetve a lakosság megfigyelésével tudtuk mondani azt, hogy melyik azok az érintett útszakaszok, amelyek nagyobb leterheltséggel bírnak, ilyen a Göt-szigeti, a Nárcisz, a negyedik fasor és a Tulipán utca, és ehhez átkötésként kerestünk még egy utcát, amit úgy hívnak, hogy Harmat utca. Vártuk a pályázati kiírást, ugye ezekre az utcákra elkészültek a tervek, és mérlegeltük, hogy mi az a útszakasz, amely valamelyest tud segíteni a Néhi út, Tulipán utca, Rózsa utca, Galamb utca leterheltségén, hiszen az az egyetlen aszfaltsík, ami végigmegy Surány területén, és ez elég nagy leterheltséggel bír, annak az állapota is most már kezd eléggé rossz állapotban lenni. Ezek alapján hozott a testület, az akkori testület egy döntést, hogy a negyedik fasor, mint ilyen, a pályázati kiírás történik, azon induljunk el. Ha akinek van tapasztalata és már írt ilyen pályázatot, az tudja nagyon jó, hogy nem egy egyszerű történet azoknak a kiírásoknak megfelelni, hogy utána bármiféle pénzügyi támogatást is kaphasson bármelyik önkormányzat. Minden tudásunkat és kapcsolatunkat összerakva a kiíráskor beadtuk a pályázatot.
ki is küldtük, azt hiszem mindenki láthatta, hogy a Pest megyében három, ha jól emlékszem, itt a három önkormányzat kapott maximális támogatást az utakra, ebből kell a város is, egy település, tehát falu, Szócsmegyer, illetve Surány, és akkor a tervezés alapján is, és az akkori kivitelezési árak alapján is úgy gondoltuk, hogy ebből a pénzből elvégben meg lehet oldani a Megyeri Fasor kivitelezését a Belterati határig, a Kisak utcáig. Mint minden pályázat, ez is kellemesen elhúzódott, annak ellenére, hogy a kihirdetés megtörtént, a támogatási szerződés, valamint az egyéb egyeztetések további időt vittek el, és csak a pénz meglétével, tehát amikor már a támogatási szerződés meg volt, és az utalásnak egy része megtörtént, hogy akkor írta meg az önkormányzat azt, hogy közbeszerzési pályázatot és hirdetett meg. Ennek eredményeképpen ugye meg is jöttek az ajánlatok. A eddigi, vagy akkor jónak gondolt és a építési árak alapján elfogadható árak mind tovább emelkedtek, ezt mindenhol lehet látni. És a 150 millió forint is, amit ugye egyszerű támogatásként megkapva, illetve amit az önkormányzat vállalt, mind kevésnek bizonyul arra, hogy teljes hozban meg tudjuk építeni. Tehát a Kislak utcáig. Akkor ugye hoztunk egy döntést, hogy valamilyen fajta műszaki tartalom csökkenés hozzunk létre, és akkor a legegyszerűbb és a legjobb megoldásnak azt tűnt, hogy a út hosszát vesszük vissza, ami nem egy kellemes történet, de mindig jobb esetlegesen 700 méter utat megépíteni, nem megépíteni, legalábbis mi így gondoltuk. Ezek után ugye megérkeztek az ajánlatok, és láttuk, hogy még ebbe sem fogunk ilyen módon beleférni, másfél millió forint különbség volt, és egy további műszaki tartalom csökkenés, ami nem műszaki tartalom, hanem gyakorlatilag az újra ültetendő fák számára a csökkentését tettünk bele, mert a műszaki tartalom csökkenés, mint ilyet, a támogató szervezet nem engedélyezte, és nem engedélyezi. Ugye gyakorlatilag itt az ütaség is 70, a 73 fából? 71 fából? Vettük le így van, és ezek alapján a támogató is, a támogató fel is elküldtük, valamint a kiválasztandó kivitelező is egyeztetés történt, hogy amennyiben és zöldöt kap a projekt, akkor ennek kapcsán így a kivitelezés megtörténik. Tehát jelen állapotban ott tartunk, hogy a forrás hiányhoz, ami szükséges, még beadtunk a pénzügyminisztérium felé egy kérvényt, illetve többet is, de az elsőre jött eddig pozitív válasz, ami még nem teljes körül, hiszen az Ágyar Államkincstár is jelezte, és azt a levelet kiküldtük, hogy a közel 22 millió forint támogatásra pozitív eljárást kaptunk, de ez még további bírálatokon kell, hogy átfusson, mint pénzügyminisztérium és a Pest megyei önkormányzatok vezetősége. Természetesen itt minden olyan követ, amit szükséges, ilyenkor megmozgat az ember, hogy ez a projekt ezzel az anyagi fedezettel meg tudjuk tenni. Jelen állapotban itt tartunk, illetve ami még fontos, hogy ugye a fővárosi vízművektől, aminek ugye be van hozva az 1%-kal kapcsolatos koncepciója a jövő évekre, ebben benne szerepel az is, hogy a vízbázis védelem és a felszín csapadék vízelvezetés kapcsán ők támogatják az utak építését és felszíni vízelvezetést, és ezzel kapcsolatban ők is tettek egy pozitív választ, hogy amennyiben is működik a történet, akkor a kiutalást, mint ilyen, azt előrébb fogják hozni a megszokott időpontokhoz képest, előrébb hozzák, hogy az önkormányzat gazdaságilag könnyebben és hatékonyabban tudjon cselekedni. Jelen állapotban itt áll a projekt, és most vagyunk azon a ponton, hogy ugye jövő hét kedden lejár a közbeszerzési határidő, ezért is kértük a bizottságot, hogy tárgyaljon, újra nézze meg, hogy milyen lehetőségeket lát benne,
Mi úgy gondoljuk, legalábbis én így gondolom, tehát hogy innentől kezdve azért a lehetőség már adott, hogy egy viszonylag hosszú szakaszon fák visszapótlásával, részbeni fák visszapótlásával a projekt meg tudjon valósulni, és az én javaslatom a papíron leírtakhoz képest ellenkező természetesen azt mondom, hogy ezt érdemes elindítani, mert ezt a pénzt nem lehet másra felhasználni, hanem ezt a gyakorlatilag a következő alkalom után vissza kell utalni, és akkor meg kell oldani már jól az útépítést. Én nekem meg akkor egy összefoglalom. Köszönöm szépen. Ugye nem készült egy komplex időrendi összefoglaló a projektről, és a rendelkezésre álló 3 nap alatt az átadott dokumentumból próbáltuk ezt összeállítani, és így született ez az anyag, amit most ki is osztottunk, de akkor is meg... Bocsánat, Marian, amit kiküldtünk rendkel, ezt is az időrendi sorrendben van. Tehát az elkezdve a pályázati kiírástól egészen végig, ahol az események zajlottak. Teljesen végig a legelejétől a mai napig. Rendben. Nem volt egyértelmű benne pár dolog. Jó, hát kérdésekre szívesen válaszolok. Köszönjük szépen. De sorban van. Mi úgy látjuk, vagy azt gondoljuk, hogy a megküldött dokumentumok alapján ugye 2019. februárban született meg a támogatói szerződés aláírása, ehhez ugye kötődnek kvázi kötelező dátumok megkezdéssel, befejezéssel kapcsolatban. És ugye most tartottunk ott, hogy a 2019. júniusban volt a közbeszerzés kiírása, voltak a hosszabbítások, és ugye 2019. november 19-ig sikerült az ajánlati kötöttséget meghosszabbítani. Találkoztunk ugye a plusz támogatások problematikájával, a 22 millióval, a MÁKÁP többlet támogatással, és amit polgármester is végigmondott, a vízművek pénzével. Ugye a jelenlegi indoklások, hivatkozások között szerepel, hogy új közbeszerzés esetén ismét ki kell fizetni a szakértői díjat, a közzétételi díjakat, ezek ugye 1,5 millióhoz 100 000 forint, illetve a projektből a pályázatírásra, amit a tervezési költségek már kifizetésre kerültek, tehát ezen összegeket is pótolni kell a költségvetésből. Ezek ugye összesen 6,7 millió forint. Úgy látjuk, hogy ez még így is kevesebb, mint a jelenlegi projekthez szükséges önrész összegek. Nekünk a legnagyobb problémát a véleményünk szerint nem megfelelően indult projekt alapjai okozták. Ugye amit Miklós is, vagy a polgármester úr is említett, hogy a korábbi képviselőtestület által elfogadott útépítési, vízelvezetési tervek készültek az úgynevezett Gerinc úthálózatra, tehát Náci Szarmat, Tulipán, Göt-szigeti utcák, Megyeri Fasornyál, Fasor, ezek közül a Náci Szarmat, Göt-szigeti Tulipán utcákra engedélyezési tervek állnak rendelkezésre, de a Megyeri Fasorra és a Nyárfasorra kiviteli tervek is készültek. Ezek az utcák a főépítésszel egyeztetve a település rendezési terv kapcsán kerültek kijelölésre, mint a legnagyobb forgalmat bonyolító utcák. Erre vonatkozó előzetes tanulmányi vizsgálati anyag nem készült. Ez jegyzőasszony részünkre küldött leveléből idéztem. A surányi lakosság érdekének és véleményének teljes figyelmen kívül hagyása mellett az önkormányzat kialakított egy a surányi területre vonatkozó útfejlesztési koncepció, amit rögzített a pénzben. Kijelölt Gerinc utakat, Náci Szarmat, Tulipán, Göt-szigeti utcák, Megyeri Fasor, Nyárfasor, azokra engedélyezés, illetve részben kiviteli terveket készítetett. Ezen döntések előkészítésében az önkormányzat nem mondta be a lakosságot, nem tartott róla lakossági fórumot.
A döntések eredményeként létrejött tervek Suhányi közösséggel való megismertetésére nem fordított kellő energiát, nem tárta azt az ítélőkeli részletes magyarázattal, indoklással. A rendelkezésre álló információk alapján nem történt valós forgalomtechnikai felmérés, nem történt átfogó település tervezés, részfelülvizsgálat, nem történt lakossági igényfelmérés, egyeztetés. Az engedélyezési terv műszaki leírása számos indokolatlan, nem bizonyított számot tartalmaz. Így a megyeri fasor felújítására vonatkozó tervek megismerését követően a következő következtetésekre jutottunk. A tervek egyetlen helyen sem említik a meglévő környezethez való igazodás követelményét, sőt az egységes képre való formálást szorgalmazza. Ebből fakadóan a terv jelen formában való kivitelezése visszafordíthatatlan változást okozna a Surány egy megjelenésében, látványában. Abban tájsebet alakítanak ki, ami a lakosság és a település rész hangulatát kedvelők számára elfogadhatatlan. A tervek a lakosság számára inkább jelentenének rombolást, mint építést, fejlődést. A tervek által vázolt látvány a Surányi település minden szempontból elvetendő. A tervezési programban felsorolt szempontok között szereplő kerékpáros út külön kialakítása teljesen felesleges. Az előírások szerinti minimális szükséges pályaszélesség 4,75 méter plusz 2,025 méter patka, az teherautóbusz személyautó űrszelvényének 30 km/h esetén a minimális szélesség. Ez a szélesség szintén biztosítaná egyfajta sebesség visszatartást. Ez a méret tökéletesen megfelel az autós és kerékpáros közlekedés egy idejű bonyolítására. Ráadásul a kerékpáros forgalom természetes forgalom szabályozó hatással is bír. A csillagtéri körforgalom teljességgel abszolút le. A körforgalom olyan forgalomszervezési megoldás, amit főleg nagyforgalmú vagy veszélyes kereszteződésekben alakítanak ki. Előnye, hogy lelassítás nélkül ezzel lehet áthaladni rajta, illetve csak egy irányba kell figyelni a behajtásnál. Sem az önkormányzat, sem a tervező nem rendelkezik hiteles valós forgalmi adatokkal. Forgalomszámlálást nem végeztek, az érintett útszakaszokon élő ingatlan tulajdonosokat nem kérdezték meg tapasztalataikról. Környezetvédelmi szempontok. A Pest megyei kormányhivatal csatolt környezethatározata megállapítja, hogy az aszfaltozásnak jelentős környezeti hatása nincs. Környezeti hatásvizsgálati eljárás elfogadása nem szükséges, de figyelmeztet, hogy a HAPTER 2014-14 KVD-je megjelenhetett előnyelte. Együttesen veretlen szabályozott határértékeket nem szabad kivétni, és figyelembe kell venni a 219/2021 kormány rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti vízületet tartani közel ne szennyeződjön. Azonban a műszaki leírásban nincs bizonyít, hogy Surány területén a közúti közlekedés kimutatható szennyezéssel jár-e a felszín alatti vizekre nézve. Nincs kimutatva, nincsenek számítások, nincsenek mérések, hogy Surány teljes területén az autóforgalomból és egyéb forrásokból származó talajszennyezés mértéke mennyivel változna meg, ha egyáltalán megváltozna jelen mikroállítás következtében. Nincs koncentrációszámítás, vagy tényleges szennyezés, mint a szennyezés mérési adat a mérőt a Külpán utca melletti földterület valós szennyezettségéről és a megyeri fasor talajának jelenlegi szennyezettségéről sincs mérés. Az erre vonatkozó adatok az építkezés helyén rendelkezésre állnak, csak mintát kell venni a vizsgálathoz, elemzéshez a megyeri fasor jelenlegi talajából. Emellett el lehet végezni a Tulipán utcában az aszfaltozott út melletti földrész talajszennyezettségi vizsgálatát is, amely megmutathatja az elmúlt 50 év hatását. A felszíni vízzel kapcsolatban a műszaki leírás olyan példákra hivatkozik, az M0-M7 autópálya, ami mondjuk teljesen elképesztő számomra
surányra összehasonlítva, melyek össze nem hasonlíthatók a helyi közlekedési méretekkel, viszonyokkal. A helyi mértékadó forgalmi számok valóságtartalma meg sem közelíti a műszaki leírásban jelzett, tehát ezek a 870 járműter nap, nem is értem. Zaj és rezgésvétel műszaki leírásban szereplő forgalmi előrebecslések is az előzőkhöz hasonlóan nagyon húzva. A tervező nem veszi továbbá figyelembe az elektromos üzemgépjárművek terjedését és a klímaváltozás fontosságát a jelen projekttel kapcsolatban felmerülő szempontjai. Surány területén 2019 során megvalósult a felszín alatti vizek védelmében kidolgozott műszaki megoldás, azaz az zárt rendszerű víztározó párologtató árkok nem működtek a terveknek megfelelően. Ugyan a szilárd burkolat még el sem készült, de már ebben az állapotban sem tudták egyszer sem elpárologtatni tartalmukat a nyári hónapokban, és akkor még előttünk áll az őszi és téli megnövekedett csapadékmennyiség. Tehát megállapítható, hogy a zárt rendszerű víztározó párologtató árkok 1:1 méretarányú élő szereplős modellkísérlete már a próbaüzem alatt kudarcot vallott, ezért is volt kénytelen az önkormányzat egy sajátos egyedi megoldást alkalmazni a probléma kiküszöbölésére. A műszaki leírás ráadásul nem is igazolja ennek a műszaki megoldásnak a párolgásra vonatkozó teljesítménykapacitását. Mindenképpen javasolt új műszaki megoldási alternatívák kidolgozásra, akár a vízművekkel együtt, azok anyagi hozzájárulásával is. Olyan megoldások, amelyek előtérbe helyezik a következő szempontokat. Gondozásmentes üzemeltetés, lakosság számára nem jelent további kötelezettséget és nem ígéri zöld területek bevonását, például pályaszerkezet alatti létesítés. Mindezek mellett nem kevésbé fontos a projekt ilyen módon való megvalósulásának igen erős környezetkárosító hatása. Erről ad részletes információkat a Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Bizottság írásos tájékoztatója, számításai, és erre vonatkoznak az abban feltett kérdések is. Ezt az írásos anyagot is csatoltam, sőt majd szeretném, ha a bizottság elnökre ezt egy picit ismertetni is. Szeretném, ha egy pár szóval beszélnél a környezetkárosító. Az első elnök asszony, amit én most fel fogok hallani, ez nem a bizottságnak az állásfoglalása, a bizottságnak három tagjának az állásfoglalása. Az engedélyezési terv műszaki leírás alapján a megyeri fasor útfelújítását ebben a formában nem támogatjuk. Kérjük a tisztelt bizottságot és a testületet, hogy az alábbi észrevételek javaslatuk és aggodalmak alapján mérlegeljék a helyzetet és kezdeményezik az új korszerű engedélyezési terv elkészítését. A beruházás jelenlegi formájában teljesen megváltoztatja az utca összképét, mindazonáltal az érintett utca Matura 2000 érintettségű terület széle. Mi indokolja az ilyen nagy kapacitású 8,5 méter korona szélességben készülő kétsávos út létrehozását? Javasoljuk, hogy a képviselőtestület tárgyalja újra a Surány úthálózat korszerűsítésének koncepcióját szakértő bevonásával. Mivel a teljes útszakaszon egy vagy két oldalon párologtató árkok, illetve egyszerű vízvezető folyások épülnek, így nem látjuk a kivágott fákkal egyfelelően zöld terület újra telepítésének lehetőségét. A költségek csökkentésére a tervezőiroda visszaültetendő fák mennyiségét a felére csökkentette. A megkapott dokumentumok alapján nem látjuk a koncepciót az árkok utóéletével kapcsolatban, amely a tapasztalatok alapján aggodalomra ad okot. Az ilyen típusú párologtató árkok ez év nyarán bizonyítottak Surányba, hogy jelentős negatív hatásokat generálnak. A mérnöki iroda által többször idézett doktori disszertációban az olajszennyezés csökkentésére füves szikasztóárkok vagy előülepítéssel kombinált homokszűrővel ellátott árkok is alkalmasak. Párologtató árkokba a felfogott csapadékvíz nem nagy fajlagos felületek révén lassan párologtatják a vizet. Hosszú távon nem elfogadható koncepció az esővíz kitartan állapotba való gyűjtése.
Klímavédelmi szempontból középtávon megvalósítandó célja az esővíz egyszerű mechanikai szűrése, felhasználása és újra a talajba juttatása. Javasoljuk, hogy valamely surányi aszfaltos útszakasz, például Galamb vagy Rózsa melletti talajréteg talajkémiai vizsgálatát annak céljából, hogy megalapítsuk az olajszennyező behatolási mérséget a talajba. Az eredmények alapján egy hosszú távú prognózist készítsünk. Az előző pontok alapján javasoljuk egy kockázatelemzés elkészítését, amely teljes útszakasz árok nélkül megépítésére vonatkozik. Surány úthálózatának egy 60-ad részét érinti az útról lefolyó olajszennyezők felfogása, mivel a többi 59/6 résszel. Az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza, hogy az árkok tisztántartásáért az útlakok a felelősök. Ebben az esetben, mivel az árkok környezetre veszélyes szennyezőket tartalmaznak, hogyan kívánják ezeket tisztántartásának megvalósítását? A Magyar Faápolók Egyesülete által készített fajérték számítási módszert hozzávetőlegesen meg tudja állapítani adott fajértékét, ez a mellékletbe csatolva van. Előzetesen ezt fel is mértük ezzel a számítási programmal. Tulajdonképpen a Latrugárt értem, a Csendes utcáig ezek fáknak az értéke, eszmei értéke, az kb. 180 millió. A Latrugárt értem, a Kislaki utcáig szintén 180 millió körüli, illetve a Napsugár tértől a Szigeti útig, az 220 millió jelent. Bármely variációról is van szó, abban egyetértünk, hogy ezek a fák hozzáadott értéke településünk szempontjából igen jelentős. Igaz ugyan, hogy ez az összeg nem kézzelfogható, azonban kiirtások esetén településünk virtuális értékét jelentősen csökkenti. Megemlítenénk egy speciális fán, amely tervezett körforgalom közepén helyezkedik el, becsült kora körülbelül 100 év fölött van. Javasoljuk ennek a fának a védelembe vételét, miután kivágása esetén felbecsülhetetlen kár érje a települést. Újabb 100 évig nem lehetséges a pótlása. Javasoljuk az útépítés újratervezésének a fák figyelembevételével is, esetleges körbeaszfaltozás lehetőségének megnyitásával, ilyen esetben a tervezett forgalomlassító útszűkület helyett fák láthatják el ezt a feladatot. 20 éves kor feletti fák kivágását határozottan engedjük, hiszen olyan mértékű megrendelés jelent, amely nagyobb a beruházás előnyeinél. Mindamellett az út szűkítésével egyoldalú szikkasztóárkokkal, kerékpársáv és körforgalom nélkül, valamint a fák kivágásának és elszállításának költségét megszámolva valószínűsíthetően nagyobb útszakasz aszfaltozása férne bele a költségvetésbe. Köszönöm szépen! Köszönöm! Ezt is meghallgatva, még azt szeretném hozzátenni, hogy ezek a fajértékű számítások, meg amiket én is próbáltam összeszedni, igazolják, hogy így ebben a formában való megvalósulással ez a projekt, ez egy nagyon durva beavatkozás lenne a település környezetébe, települési képébe. Hatalmas költséggel járnak, felesleges méretű utat, árkokat jelentene. Összességében úgy véljük, hogy ez egy elavult szemléletű terv, amely nem felel meg a jelen és a jövő kihívásainak. Javasolnánk a nevezett pályázati projekt esetében a megyei fasornak tehát megpróbálni azt a lépést megtenni, hogy a megyei fasor külterületi részének a felújítására átforgatni egy új gyorsított közbeszerzéssel. Hosszú távú javaslatnak pedig egy megfelelő előkészítéssel, szakértők és a lakosság bevonásával készített új rész, valamint közép- és hosszú távú útfejlesztési, útfelújítási koncepció készítését, melyet lakossági fórumon és egyéb fórumokon a lakosság véleményének figyelembevételével készített el az önkormányzat. A megyei fasor és a többi már megtervezett út felújításának teljes átgondolását környezetvédelmi, forgalomtechnikai valós adatokkal való előkészítését, a felújítások időbeli rangsorolását, a földutak karbantartására egy fenntartható megoldás kidolgozását. Javasoljuk Ócs-megye település közigazgatási területén belül talajszennyezettségi térkép elkészítését a különböző művelési és használati jellegek tekintetében.
és egészen hosszú távon pedig a szigeten belüli közösségi közlekedés kialakítására alternatívákat az utak kímélése érdekében. Köszönöm szépen a szót. Kicsit úgy érzem, hogy az egyik fele a napirendnek azon megmaradta a negyedik fasornál, a másik az már egy kicsit a jövőképet vetíti föl, ami gyakorlatilag a, ami szép és jó, majd a költséghelyeket kell megtalálni, mert úgy gondolom, hogy ez 2-3 milliárd forintról beszélünk, így hirtelen. De mivel itt vannak a tervező urak, Szecsőnál, én azt gondolom, hogy ha most azért kértétek, hogy hívjuk ide őket, remélem, akkor nem feleslegesen, mert ugye elhangzott egy olyan, amivel én nem biztos, hogy egyetértek, hogy korszerűtlen a terv, hiszen ha másfél évvel ezelőtt elkészült, akkor még nem hiszem, hogy annyira kitudottunk volna a korszerűtlenség idejéből. Tehát minden olyan dolgot figyelembe vettek, és ami még nagyon fontos, és figyelembe kell, hogy legyen, a tervező, és a mindenkori tervezés, hogyha van egy pályázati kiírás, próbálnak a tervezők a pályázatnak megfelelni. Tehát, hogyha mi próbálunk, és ezt bármikor belemondom a jegyzőkönyvben, ha próbálja azt bárki, bármilyen önkormányzat, hogy mindig csak a maximális értéket figyelembe véve megtenni azokat a dolgokat, ami kell egy pályázatnak, akkor csak van a sikere. Ha nem, és lehúz bizonyos dolgokat, akkor egyszerűen nem fog eljutni oda, ahol szeretne. Én azt tudom mondani, hogy a Daniék, mint az Infraterv, maximálisan követték azokat a dolgokat, ami kell egy pályázati kiíráshoz. Ezért lehet látni, hogy milyen támogatottsági mértéket kapott a pályázat. Megvan a lehetőség a bizottságnak, és megvan a lehetőség a testületnek, hogy azt mondja, hogy érezze a lehetőséggel. Itt szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a pénz nem felhasználható. Félirányosan, helyrezi számhoz, és mettől meddig felhasználását a Hasugártértől a Csendes utcáig, de van írva, hogy ott lehet felhasználni, nem, akkor kezdve csokkolom, akkor lehet visszaküldeni az állam kincstárba, és akkor ez a pénz, mint ilyen, utána lehet nézni, hogy szívesen mondhatjuk, hogy illetlenek a támogatási szerződések nem felhasználhatók. Ilyenkor el kell gondolkodni azon, hogy a település mit szeretne. Azzal se feltétlenül értek egyet, ahol ott jogos, hogy exakt felmérés nem történt, de akik itt ültek ebben a hivatalban, és itt ülnek ebben a hivatalban, illetve kimennek, azok pontosan tudják és érzik azt, és kapjuk azokat a jelzéseket, hogy hol merre szükséges lenne az utaknak a megépítése, javítása. Én csak javaslat szintén mondom a bizottság felé, hogy ezt az utat most meg kellene építeni. Legfeljebb azokat a korrekciókat, amit gondol a bizottság, átbeszél a mérnök társadalommal, akik értik is ezeket a szavakat, amik benne vannak, azok a különböző plusz szakmai anomáliák, amik most felvetődnek a részletekről, és ez alapján meg kell tenni. Az tény, hogy ilyen módon kikerülnek ebből a zöld felületek, de vissza is kerülnek. Tovább léptünk már egyel, mert már mi is beszéltünk a fővárosi vízművekkel, hogy hogyan tud nekünk vízművek, mint ilyen zöld felület bővítésben segíteni. Tehát én azt gondolom, hogy a mondandó végén, hogy tegyétek fel a kérdéseiteket az itt lévő mérnököknek, mert ők tudnak erre megfelelő módon válaszolni, de én hangsúlyozom, hogy ez egy borzasztó nagy zicser lenne, surány életében vesz a pénzt, mindjárt elengedi a település, és nem épül meg ez az út. Lehet ezt a döntést is hozni, csak akkor lehet arra is számítani, hogy a következő 4-5 évben ilyen típusú támogatás, ilyen fajta szintű pénzügyi lehetőséget nem fog kapni a település. Teljesen mindegy, hogy nekünk rohanyára is hova. Köszönöm. Elnézést kérek a késésért, hogy kezdünk idézni a forgalmon a helyzetet. Szecső Dániel vagyok az Infratendum részéről, a tanulunk. Mi ketten készítettük a terveknek útépítési részét, és egy nagyobb csapat állt mögöttünk, környezetvédelem egyéb tekintetében. Annyit az egészre elmondanék, hogy amikor mi ezt a feladatot megkaptuk, akkor ugye több utca tervezésével és gyakorlatilag egy gyűjtő kialakítással dolgoztunk, ahol gyakorlatilag nem csak utcáknak kiszolgáló funkciója létesül meg, hanem ugye ezeken az utcákon azért várható egy
olyan forgalmi áterhelődés, ami ugye a feltárásokat majd biztosítja a többi utca részére. A projekt elején, amikor terveztünk, akkor volt forgalomszámlálás. Egy ilyen település életében ez nem egy nagyon egyszerű dolog. Kijöttek a kollégák, számoltak, kérdeztek, ez alapján határoztak meg egy várható forgalmi mértéket, és ez határozta meg, hogy a megyeri fasor tekintetében, többi utca tekintetében mi az, amiben lehet gondolkodni, és mi az, ami elvárható lesz a jövőben. A keresztmetszeti kialakítást a megyeri fasor tekintetében ugye két irányú, kétszer egysávos útként határoztuk meg. A két oldalán a kerékpárosok biztonságos közlekedésének lehetőségével, azaz gyakorlatilag le vannak szabályozva, nem össze-vissza az úton közlekednek, hanem egy láthatóan egyértelműen felfestett közlekedési felületen. A vízterítés tekintetében viszont ugye a hidrológiai védővezetek miatt erős a megkötés, teljesen mindegy az országban mit teszünk, ha hidrológiai védővezetben vagyunk, vízálló hákokat kell építeni, nulla terhelést, nem lehet terhelni a lenti rétegeket. Ennek tükrében alakítottuk ki azokat a vízterítő árkokat, vízvezető rendszert, ami gyakorlatilag már megépült több ponton a településen. Többfajta verziója van a vízterítésnek, mint említették. Van egy költségesebb is, az az árcsapadék csatornás elvezetés, ami a közművek ismeretében, ami a településen van, illetve hogy ezt valóban befogadóként el kell vezetni, ezeket a vizeket valahol kezelni kell, és valahol be kell engedni. A rendelkezésre állható pénzügyi körülményeket mondjuk figyelembe véve egy drágább megoldás, ami egy projektnek akár az ellehetetlenítését is tudja okozni. Ami megoldást mi alkalmaztunk, ott gyakorlatilag a közműkiváltás és közműegyzettség minimalizálására törekedtünk. Olyan megoldásokat alkalmaztunk, hogy ezek a projektet ne vigyék el. Ha egy összevetést nézünk, kivitelezői költségekbe egy új létesítés, vagy egy meglévő nem burkolt útnál való burkolásnál, és emiatt közműkiváltásoknál az magasabb költségek szoktak jelentkezni. Ami a mi célunk volt, hogy olyan megoldás alakuljon ki, hogy gyakorlatilag a közművekből minimális érintettség tapasztalható legyen. Ezen kívül azt is figyelembe vettük, hogy egy út vonalvezetésénél egy egységes kép legyen, ne pedig egy gyakorlatilag folyamatosan változó vonalvezetés. Egy olyan csomópont tartottunk ki a Csillagtérnél, amivel próbáltuk a több irányú forgalmat, több irányú beérkező forgalmat, a szennyvíz áttemelőt és számos kötöttséget úgy megfogni, hogy egy kultúrált képet mutasson. Mert amikor egy településen belül burkolatot hozunk létre, azzal egy olyan környezeti kialakítást is adunk, ahol én úgy gondolom, hogy egy rendezettebb állapotot szükséges látni. Ezért is van az, hogy próbáltuk sövényen eltakarni ezt a szennyvízszivattyús részt, biztosítani az üzemeltetéshez szükséges felületeket, illetve minden irányból olyan közlekedési felületeket adni, hogy itt akár tömegközlekedés megélése ne lehessen probléma. Ezért vannak azért van gyakorlatilag ez egy kvázi körforgalom, amit itt lehet majd, vagy ami a tervekben szerepel, és ez fűz föl, azt mondom, 1-2-3-4-5 utcát egybe. A helyszűke és a kötöttségek gyakorlatilag mondja, hogy ilyen geometriát tettek lehetővé. A műszaki kialakításban nem tudom még mi az, ami felvetődhet, én gondolom kérdésekben átmehetünk, amik felmerülnek egyesével. Sorban nem nézik.
Egy Antman István vagyok, egy-két szót magamról. Én 88 óta vagyok tervezőmérnök, kontárkodtam útépítőként és a Unitec Kft-nél valószínűleg az ismerősi kollégáknak. Nem vagyok utas mérnök, félreértés ne essék, de nagyjából látom, hogy előttem a rajzom. Kérdeznék egy pár dolgot. Alapkiindulás az, hogy 12 méter a megyeri fasor. A megyeri fasor nem 12 méter, csak a hészen. Egyébként 11.3-tól, sőt, mértem egy 9,5 méteres szélességet is. Szóval van benne helyik szűk rész is. Látom, hogy a 9,5 méter, ott csak egy oldalon van árok, de gyakorlatilag az a kerítéstől kerítésig ér. Az ott lakók nem tudják, hogy nem fognak tudni megállni autóval az utcán. Akkor se, hogyha vendég jön hozzájuk. Ha nem tudnak bemenni az udvarba kettőnél több autóval, akkor sétálnak. Mert az ároktól nem tudnak megállni. Kicsit furcsa. Szóval életszerűen minden mellett, hogy nagyon szép nyelven megnéztem, nekem teljesen rendben van, erre kaptak felkérést. Jó, akkor először is a rendelkezésre álló földhivatali határokon belül alakítottuk. Abszolút, rendben van. Tehát, egyébként megmértem a földhivatali papíron, tényleg 12 méter van. Szóval teljesen egyetértek, csak a valóság nem ezt tükröztem, akkor kimentem megmérni. A mintakereszt szelvényeket nézve, ott találtam némi félreértéseket, mert ott, ahol 60 fokot írtak, ott is 45 fok van a rajzon, mindegy, de azt hiszem, hogy ezek ilyen apró eltérések. Viszont beszélnek Rácsos folyókáról, arról nincsen mintakereszt szelvény. A Rácsos folyóka az... A leírásban nincsen. Ezt nyomadom. Igen. Igen, ott szűk a rész, és... A projektben itt nincs benne. De ebben nincs benne. Tehát annyi, hogy a megyeri fasornak a terve, ugye az a országos közúttól egészen a Sugár térig tartott, a projektben viszont ennek egy része a... Ez a belterületi rész szűkössége miatt, csak mondom, hogy a mintakeresztelményekből hiányzik a folyókás résznek a mintakeresztelménye. Az első lap után látom, hogy önök tervezték a Nácis utcát. Igen. Számoltak, itt látom 4 liter per szekundum per hektáros vízmennyiséggel egy napon keresztül, amit a árok elvileg tud igen. tárolni. Igen. Mi itt lakunk? Én ott lakom a Nácis utca mellett. Esett 2 hétig az eső, meg sem látszott az árkokba, pedig nincsen rajta, egész pontosan nem látszott meg, nincs rajta még aszfalt burkolat, nincs, ami bevezesse a vizet az árkokba. Majd egyszer csak fél óra alatt tele lett az összes ár. Mi, mint épületgépészek, most már 500 liter per szekundum per hektáron számolunk csúcsidőben. Fél óra alatt tele lettek az árkok. Ami nagyobbik baj, hogy nem párolgott el. Egyszerűen nem párolog el. Nem azért, mert téves a számítás, hanem egyszerűen kialakul rajta egy biofilm, vágják a füvet. Beleesnek a gyümölcsök, az almák, a szamóca, minden. És ott rohad. És a végén mit csináltak a lakók? Elmentek merülő szivattyút venni, és kiszivattyúzták az árkokat. Szóval funkcionálisan nem működött. Én tudom, hogy ez előírás, és nem akarok ezzel vitatkozni. Egyszerűen életszerűtlen. És mi lett a legvége? Hivatalosan jöttek a kivitelező kollégák, és kifúrták az alját a 160 millióba kerülő csatornáknak. Arról nem beszélek, hogy most láttam a műszaki leírásban, hogy betonágyazatban van rakva a csatorna, a betonkockák, nincs betonágyazatban rakva. Ez úgy, ahogy van, be van rakva a homokba. Ott voltam, ott lakunk. Magyarul nem... Nem ment, hogyha a homokban van valami rakva, akkor a homokon elszivárog a víz. De nem is fog megállni a helyén. Jön 2 fagy, jön egy kis eső, és azok a 60 kilós betontömbök el fognak mozdulni, azok csak ki van, nem fogászni. De a magát, kivitelezésben én végeztem, de magát az árkok, az egy betonágyazatban rakott beton mellett. Nincs betonágyazat. Betonkocka van, egymás mellé rakott. Óriási különbség. Nem állékony. Oda, amit föl tudom szedni kézzel.
Ez nem az ön dolga, elnézést kérek. Én csak mondom, hogy ha így van megcsinálva a megyeri fasor, akkor megint megcsináltuk, de minek? Az biztos, hogy ez így van. Szóval, hogy most... Egyébként csak erre annyit reflektálnék, ugye a párologtatás többször ugye szóba került, hogy azt, hogy nem párolog el a víz. Ugye van a víz, tehát a víz mérete, vagy a csapadékvíz méretezésre van bevett előírás, nem a szalka által kialakított előírás, ami megmondja, hogy hány éves gyakoriságú a csapadékvíz. A vízás tervező ugye ez alapján számolt, és maradjunk annyiból, hogy az elmúlt időszakban ugye eléggé kezd az extremitás felé elmenni, amivel gyakorlatilag országosan küzd mindenki, mert gyakorlatilag ezekre az extrém terhelésekre gazdaságos megoldás nincs. A pároktató átlagnak az egyik ugye, funkció, vagy a pároktatás mi segíti elő, hogy ugye szél és páratartalom alacsony legyen a levegőben. A probléma az, hogy a nyári nagyon nagy zivatarok és az a nyári nagyon nagy zivatarok mellett hatalmas páratartalom volt a levegőben, ezért a párologtatásnak a beindulása az idővel tudna csak jönni, ami tehát nem következett be első után az a folyamat, hogy... 30 napos kánikula volt, és már kutyák sem mentek bele az árokba, mert olyan büdös volt. Arról nem beszélek, hogy nem tudom, van köztünk hozzáértő, 5 naponta egy generáció szúnyog előjött belőle. Ott mozog az árok. Hát, pangóvízbe. De ez egy pangóvíz. Na, így kibaszni emberekkel, katasztrófa. Én kérdeztem, de ismán van még. Van, rengeteg, de majd mondom sorban. Igen, igen. Az összes jelenlevő jelezte, hogy jelentőt szeretne ebben a témában hozzászólni, illetve nem mindenki, ugyan a Ildikó nem jelezte. Orsi? Én egy nagyon egyszerű és prózai kérdést szeretném feltenni. Lesz egy 10 méter széles vagy olyan néztelés a futunk. A gyalogosok hol fognak közlekedni? Az úton is fél. Az úton. Tehát, hogy azt gondolom, itt nagyon sokan járnak gyalog, főleg nyáron, amikor sétálnak. Tehát a örülök, hogy gondoltunk az autósokra, a leendő tömegközlekedésre, biciklisekre. 5,5 méter az aszfalt, és van 7,5-7,5, 75-75 centként parta. És utána jön a betonárok. Na most az az érdekes, én délután ott ültem, és elolvastam az Eurobellos értesítést, ami ki van a busz megállóba tűzve. Ott a út előkészítésnél a feltárások és a lőszer keresés árkaihoz elő van írva, hogy 45 centinél nem lehet meredekebb a fala a homokároknak, hogy ki tudjon a sündisznó mászni belőle. Ebből az árokból nem tud kimászni a sündisznó. Tudom, mert ki kellett mennem. Ez egy gyilkos árok. A bicikliző gyerekről nem beszélek, és arról sem, amikor télen be van havazva és belecsúszik egy autó. Ez a járványok a helyén. Néztem a rajzot, bent, és elmentem megnézni. Az egyirányú úttal gond nélkül működik. Így is azt írták, hogy forgalomlassító szigeteket raknak bele, mert itt 60-nal fognak menni, ez 1 kilométer tök egyenes út, itt mint az állat fognak menni különben. Ez is tökényben a forgalomlassító megoldás. Tökényben, de ha van benne forgalomlassító megoldás, akkor az olyan, mintha egy ott olyan, mintha egy sávon. Ha egy irányú lesz az út, akkor is 60-nal fognak menni. Az rendben van. Mert nem lesz lassítási lehetőség. Rendben van. Bele lehet tenni, és megmarad a falunak az egy méteres fája. Ugye, akkor egy picit reagálok. Ugye 5,5 méteres burkolat felületünk van. Egy irányú utaknál ez a felület
4 méter, most másfél méter, 4 méter alá nem mehet le, tehát most másfél méterről beszélünk, és ezzel viszont bekényszerítjük a lakosoknak a közlekedését, hogy kerülő úton menjenek. Na most meg egyáltalán nem mennek, mert annyira szar az út. Hogy a megyeri fasort annyira nem használják, hogy lementem, méregettem, megettem egy hamburgert, visszamentem méregetni, és még mindig nem jött rajta autó. De valószínűleg más bocsánat, település, ez más részén valószínűleg azt használják. Ez ma délután volt. Tehát én azért gondolom, hogyha egy utca rendben van téve, akkor annak a forgalma az igenis. Ez így van. Ez megfogja. Ja, az a koncepció, amit összeállítottunk, hogy a napsugártert és az országosokat összekötjük, és ez egy feltárási funkció kialakul, az ugye teljes hosszában működik. Az generálja azt, hogy azért az utcáktól ráhordás ide történik, és ezen keresztül fog menni. Nem gondolnám azt, hogy a terv arra volt, hogy el lehetetlenítsünk mindenkit, nem is ez volt a cél, itt az volt a cél, hogy kultúrát körülmények között adjuk meg a közlekedés lehetőségét. A szélső, ugye 75 centi, de kerékpárosok, nem csak kerékpárosok, ezek az ott lakók is tudnak közlekedni, emellett még van egy 75 centis stabilizált patka, mert annak a stabilizációval rendelkező patka az út mellett. Ezen mondjuk fogalmazok úgy, a mostani viszonyokhoz képest száraz lábbal lehet közlekedni. A útnak a forgalma, azt nézzük, lesz forgalma, de nem egy sugárút lesz. Tehát ez a közös felületen való közlekedés úgy, hogy szaggatott vonalon, ugye el van választva ez a kerékpársáv, az ott közlekedők részére biztosít lehetőséget. Az úton közlekedő forgalom, a kerékpáros vagy gyalogos láb, az ki fogja kerülni. Ez más településeken is működő koncepció. Gyakorlatilag ez nem idegen a közlekedésről. Amennyiben nagyobb felületek állnának utca szélességben rendelkezésre, ami azt jelenteni, hogy a lakosoktól meg kéne venni a telekből a részeket, akkor járdákkal, megfelelő szélességű járdákkal el lehetne látni a megyeri fasornak az egyik oldalát, csak mondjuk egy 75 centis járda még kevés. Tehát az kényelmesen közlekedni az ember, legalább másfél métert kéne biztosítani kerítés. Ott kéne járdának lenni, ahol árakon. Így van. És akkor innen visszakanyarodunk a víztelenítés témakörébe. Az pedig, hogy ez így működjön, akkor egy csatornázást kéne bevenni az egész rendszerbe, és hogyha csatornázást vetünk be, akkor viszont a gázvezetékektől kezdve rengeteg földben található közművet ki kéne váltani. Én úgy gondolom, hogy azok az igények, amik felmerülnek, hogy kialakítása mondjuk többet tudjon, máshogy legyen, az lehetséges, csak az nem egy ilyen költségű megoldást tud biztosítani, hanem nem akarok beszélésekbe bocsátkozni, de bőven lehet szorozni ezt a számot. Kérdeztetek én még egyet? Az lenne a kérdésem, hogy azt felmérték, hogy az alatta lévő közművek milyen idősek. Tehát, hogy ne essünk már abba a hibába velem, hogy mindig magyar, minden magyar útépítésnél, hogy leaszfaltozzuk, megcsináljuk, nagyon jó, majd két hónap múlva felbontjuk a felét. Közműegyeztetés történt, a közműadatokat beszereztük, az összes közműszolgáltató a magához a tervhez hozzájárult. Én a korukat kérdezem, tehát hogy... A korukat nem kötötték az orrunkra a korukat, de ha ez így lenne, és ez egy cél lenne, akkor az összes közmű kiváltásával én azt gondolom, hogy nem lehet megvostani ezt az utcát. Ugyanis ez a közműszolgáltatóknak ők kapva kapnak azon, hogyha utat építenek, és egyszerűen az útnak a beruházására ráverik a költséget. Mondván, ide úgy fog érni. Ezért kényszerítettük azt ki, hogy ezt a projektet ne terhelje. Tehát ha a közműszolgáltatónak valamilyen problémája van, vagy tudja jó, hogy itt aszfaltozás lesz, akkor azokat, ha kiképítés lenne, akkor azokat a vezetékei, azt valószínűleg ki kéne váltani előtte, de ilyen nem szokott megtörténni. Ezt sajnos tudjuk mi is. Tehát futjuk ezt a
rizikót van. Nem, rizikót, rizikót, ugye nem szabadna futni, ugye az aszfaltozott felület felbontása és visszaépítése az létező dolog. Ha nem megfelelően építik vissza, az a problémás dolog. Tehát a tömítőszalagokat, stb. Kifelejtenek, nem megfelelően tömörítik vissza. Rengeteg dolog van, ami egy közmű építés során a közmű visszatemetésnél elkövetnek hibát, és ebből probléma van. Az a baj, hogy olyat nem lehet megtenni, tehát meg lehet csinálni az utat, valaki kér egy közműfejlesztést magát, és a második nap szép van verve az út, sajnálatos módon. A közműszolgáltatók nem érezték úgy, hogy kiváltást bármit kéne tenni, tehát a közmű állapotok olyanok. A szennyvíz az új, ugye ez egy új rendszer, itt ami felmerül az, amikor a gázvezeték. 97-ben. Tehát annak is a... Úgy gondolom, annak a kora se olyan. A hírközlő vezeték nagyon sok helyen légvezeték, de megy úgy, ahogy az áram is, de mert nem kizárható, hogy történik majd közmű kiváltás, de azt, hogy a projektben nem rakták bele, az úgy gondolom, hogy a projektben nem volt, az azért elősegíti ebből. Akkor még egy gondolat. Forgalomtechnikai rajzokat néztem. Teljesen rendben van, csak Surán, mi itt lakunk Surányban. Ez a világ vége. Bocsánatot kérek, Kocsmirre lakunk elnézést. Nem, a világ végével. A világ végén. Ez Budapestről, ez a világ vége. És akkor ezen a 1,2 kilométeren 56 darab forgalomjelző tábla vonalazom. 56 darab tábla! A projekt leírja, hogy mit kell letenni. Abszolút értem, csak most az életszerűségét, ahogy bemegyek végig, és 56 darab tábla van. Az a baj, hogy a napsugártól. Van egy a dressz, illetve a formatenikai tervezés, és a jelzőképről, hogy ki kell helyezni. Tervezőként minimalizálásra törekedünk, mert ennél sokkal több táblát is ki lehet tenni. Teljes megértések vele, csak életidegen. Hát maradj, én akkor úgy fogalmaznám meg, hogy ha egy település arra, abba az irányba megy, hogy fejleszti az úthálózatát, burkolattal látja el, azzal elkezd egy olyan forgalmi szituáció kialakulni, ami a földutakon nem alakul ki, szabályozni el kell kezdeni. Ha ezek a problémát jelentenek, akkor nem szabad fejleszteni az úthálózatot. Nem, valahol... ez egy ilyen kis izé volt, kis csipterődés volt. Az utolsó rajzok, segítsen, mert nem tudom pontosan kertrendezés, vagy milyen... Növényfelültés. Igen. Gyakorlatilag valljuk be, hogy az a rajz, az a tarvágás rajza. A fák tekintetében. Semmi más nincs ott ezeken az utakon. Kerítéstől kerítésig kipucolják a terv szerint a vélei fasor. Minden. És ezeket a fákat... Nem 100%, de van vágyat, gyakorlatilag 73 fa, de nincs is több fa. Hát az ilyen csuklónyi fákról ne beszéljünk. Tehát gyakorlatilag kerítéstől kerítésig ki lesz pucolva, és nincs hely visszapótolni semmi. Amit vissza lehetett, hogy van lehetőség volt rá, hogy a tervbe szerepeltettük. Azt az út nyomvonalával csinálni, hogy fát kerülgetünk, ez lehet egy irányelv, csak az nem... Úgy gondolom, hogy a közlekedés szervezési szolgálja, hogy a fákat kerülgetjük. Ezt valahogy ezt nagyon össze kéne kötni, mert ebben az időben, amikor minden arról szól, hogy védjük a klímát, védjük a lakhelyünket, arról szól itt az életünk, hogy fát ültetünk, hogy összegyűlünk hétvégenként, és picsányi kicsi kis fákat ültetünk, és akkor egy 100 évesnek kivágunk. Nincs annyi pici fa, amivel helyettesíteni lehet egy 100 évest. Nincs. Nem lehet annyi fát ültetni. És 73 átlagban 50 éves fát nem lehet pótolni. Egyszerűen fizikailag lehetetlen. Ez amikor az ember lábon lövi magát, ez az. Ez annyira szeretném, hogy aszfalt legyen a megyeri fasoron. De nem lehet kivágni minden fát. Jó Isten. Bocsánat. Köszönöm ennyi volt az ége. Még Gábor szeretne szólni. Még kérdésem, hogy ezek a felrobbantó árkok ugye teljesen zártak. Ugye a kérdésem az, hogy ugye az azért van, hogy belefolyjon az olaj. A szennyezés ott maradjon.
Valószínűleg úgy az a csapadék víz folyjon bele, ami tartalmaz ilyen, akár ilyet is tud tartani. Igen, mint jelleg is, ami leesik a földre, és most beszivárog a talajba. Ez ott fog maradni. Sőt, ha megtelik az árok, túl is folyik rajta, ilyet láttunk a sorányban. Tehát nekem az a kérdésem, hogy ezeket az árkokat ki fogja tisztán tartani, és hogy mi lesz ezzel a veszélyes hulladékkal, ami egyébként benne van az évek alatt. Az önkormányzat kezeli, és a fővárosi vízművekkel van egy ilyen szerződésünk, amely esetén, ha az árkokat ilyen szennyezés éri, az ő általuk érintett szakemberek olyan autóval leszippantják, és megfelelő veszélyes hulladék helyre elszállítják, ami a mi költségünkért fog jelentkezni. Mert akkor ezt a rendszerben ezt meg kell módosítani. Ezt módosítani kell rendben. Tehát ez gyakorlatilag ugye maga az árukkarbantartása, és ennek a kezelésére is ugye beszéltünk annak idején róla, hogy ez a módosító javaslat meg fog érkezni, át kell rakni, és a karbantartás és a tisztántartás önkormányzati adat, mert a katasztrófa világ ezt kötelezően elvárja. Egyetlen dologra fog tartozni a lakóra, közvetlen az árok és hogy a kerítés között, ha van olyan zöld felület, hogy hozzáfér, akkor ő, ha nem, akkor az önkormányzatnak a fizikai elmondása. Köszönöm szépen. Még annyit szeretném, hogy olvastam én is azt a doktori disszertációt. Műszaki Egyetemről, nem tudom, kit idéztek, már pontosan emlékszem a nevére. Ugye ott voltak lehetőségek arra, hogy ne ilyen zárt rendszerű árkokat építsenek, hanem bizonyos leválasztás után esetleg egy homokpadon keresztül szivárog el a víz, és ugye azt a homokpadot cserélik. Tehát azt írták egyébként, hogy 2-5 cm vastagságban szokott körülbelül behatolni ez zomar. Leszedik róla, meg pótolják újra. Tehát hogyha mindenféleképpen itt kellenek árkok, azt az árkok számát egyébként jól lehet csökkenteni, de miért nem lehet egy ilyen típusú megoldást megoldani, hogy az árkok alja, az tényleg így legyen megoldva, hogy homokpad legyen ott, ami cserélhető, ezekre mérés kell elvégezni. Itt ugye kaptunk hozzájárulást több szervezettől, ugye vízügytől is, a hidrovédővezetnek védelme érdekében ezt a fajta zárt rendszert, mármint vagy burkolt, és ugye a nácizus, vagy a harmadik utcán, ugye ott egy bentói paplanos kialakítás van. Tehát ott például tudtunk földárkot kerülteni, mert volt lehetőség, volt hely, ehhez úgy kicsit csapunk, de ott azért zöld, mert ott egy bentói paplan van bent. Ott meg lehetett oldani. Itt a helyszűke miatt nem tudunk olyan egy a másfeles rézsüket nyitni, amit terjedelmében nagyobbak, mert egyszerűen nincs hozzá fizikai hely. Ha meg lehetne adni, ebbe az irányba mentünk volna, mert ezzel zöld felületet is tudunk visszaadni, viszont magát a tározási kapacitást nem tudjuk biztosítani. Sajnálatos módon ezért van az, hogy burkolt, tehát beton burkot ellátott árkot kell tennünk, mert egy a hely kötöttsége, keretviszonyok, ezek mind így befolyásoltak minket. Ha tehetjük volna mindenhova a harmad utcának keresztül, a harmad utcába alkalmazott megoldást alkalmaztuk volna, de sajnos egyedül a harmad utcában volt lehet, és már az kellő széles volt, és ott nem szükségeletett olyan szélességű út kialakítása. És mi az eljárás akkor, amikor nagy záporban az egyik árok részből a másik árok részbe jön megy a víz? Mert közlekedik. Magyarul túlcsordul az árok. Hát akkor ami benne van, az ment szanaszét. Ezek az oldott anyagok, ezek a felületen vannak. Tehát ugye az a tározási kapacitás, ami meg lett határozva, az említett méretezési metodikák alapján, lett meghatározva. Ha ennél nagyobb csapadék érkezik, ezt hívjuk vagy havária helyzetnek, vagy extrém csapadéknak, amire méretezni nem lehet. Ezekben az esetekben amúgy, ha a szakirodalmat megnézzük, ilyen nagy csapadékoknál a káros anyag, vagy a szennyező anyag felhigulás az nagyon nagy mértékű. Tehát, a környezetvédelem nem fogadja a hígítást, tényleg. Ezzel foglalkozom. Nem lehet arra hivatkozni, hogy hígítva van. Akkor én nem érzekeltem a csatornát. Én az előbb oda mentünk, hogy életszerűség. Értem. És a szakmai kötöttségek. Értem. Tehát az, amit mondok, hogy kell mérni a szakmai kötöttség, ennél nagyobb csapadék jön, az havária helyzet, ezzel nem lehet mit kezdeni. Ha viszont a való életet nézzük,
az a szennyezés, az egy olyan szintű felhívulással jár, amúgy, ami már... Nem, jó, csak azt gondolom, hogy viszont ezzel meg már nem lehet foglalkozni, hogyha ilyen nagy extrém csapadék keletkezik. És akkor mit csinálunk akkor, amikor megint állni fog a víz végig a Megyeri Fasoron, ott áll egy hónapja, lakók kiszivattyúzták, majd utána kifúrják a csatorna alján. Akkor mi a vége? Mert most ez történt, és akkor gyakorlatilag kivágtuk a fájékat, nem tudunk parkolni, az egész egy sivatag, és kifúrtuk az árkot, és eleresztettük. Bocsánat, hogy most már volt Megyeri Fasor, volt Nárcisz utca, tehát csak én nekem van egy gyorsan két technikai kérdésem, ilyen gazdasági vonzatra kapcsolatban. Az egyik az, hogy fölmerült a bazaltbetonnak a lehetőség, és egyébként lehetne mint útfutolati megoldás, azért meg tudtam volna egy jelentősen olcsóbb megoldás, mint az aszfaltozás. Hát a bazaltbeton pályaszerkezetet alkalmazni lehet, csak a bazaltbeton pályaszerkezet vastagsága, amit építeni kell, az alatta lévő hordozó réteg, azt a fajta vékonyságot nem fog elég, mint az aszfalti. Tehát most van egy gyakorlatilag FZK a út alapon, ami az úzott kő alap, egy 6 cm, 8 cm-es aszfalt vastagság. Ilyen vékonyságú burkolatot nem lehet elég, tehát betonból nem lehet 8 cm-t építeni. Tehát bár olcsóbb a beton, viszont vastagabban kell megadni ezt a... És ez mennyi egyetlen a vastagságban? 10-15 vagy... Ennek technológiai minimuma van, és szerintem 15, de azt tudom, hogy 20 cm biztos, hogy, mert 20 cm-be rakjuk olyan terhelésbe, amikor már olyan útalapja is van hozzá, ami nagy terhelést tud, de itt magát a szerkezet megkárosodja, mivel ez egy rideg, ugye cementápanyag, ezért abban a terhelések, veszedések és a többi hosszú a dolog. Az a lényeg, hogy szerintem 15 nincs itt a szabály, nem tudom, hogy 20 cm a minimális. És a másik kérdésem a körprogramon kapcsolatban, hogy a körprogramnak a kialakítása az körülbelül milyen költséget jelentene? Erre van-e valami konkrét kimutatás? Hát az, az igazság, hogy mi a mennyiségeket így egybevett burkolt felületből. Azért a körforgalmak a folyópályához képest szoktak magasabb költséget produkálni, de én úgy gondolom, hogy itt a folyópálya mennyisége, tehát ezt vesz körbe, nem tudom, 60-70 méter, vagy 80, és az koncentrál, hogy az egész beavatkozás viszont 771. Tehát én úgy gondolom, hogy erről beszélünk. Így van. Tehát az összesítés, ami le is jött, hogy 100 mm csapadékot le két hét alatt az utóbbi csapadékos időszakban. Erre nem, amúgy nincs se szakidrom, se semmi, ami ezt tudja kezelni. Vagy olyan szintű, nem ekkora árkot kell csinálni, vagy olyan elvezető rendszert kell tervezni, ami meg mondjuk több száz, vagy akár milliárdos költséget jelent, amit mikor vettem megszerint elég nagy erre is. De visszatérve, nem tudok most a körforgalmat úgy mondani, hogy ez az egésznek a 10-20%-a, de én gondolom, hogy a burkolat hosszabb, arányos nekünk. Most ugye 70 méter így a kör, 770, akkor 10%-a. A burkolat felület. Ugye ott koncentrálódik, mert ott járdák vannak, szegélyek vannak, azok magasabb kölcse, hogy 20%. Jó. Tehát ugye jó, hát hogyha 20% az egy, akkor az azt jelenti, hogy a 32 millió forint. Ja nem, bocsánat. Az esetben az 40 millió forint, ugye? Nagyon matekozok. Jó mondom? Megszámoltam. Hát a teljes projektköltség az 40, ugye? Az 40 millió forinttal. Elképzelhető. Jó. Ugye annyit kell még hozzátenni a csillagtérhez, hogy ugye az öt út, ami becsatlakozik, viszont annak akkor a forgalmi kialakítása, azt azért el kell rendezni. Mert most gyakorlatilag ugye a villanyosztop ketté vág becsatlakozásokat, meg ugye két utca jön föntről, és van a szennyvíz átemelő mögött is rész. Gyakorlatilag nem sokkal több burkolat van most benne,
ebbe a tervbe, mint hogy rendesen egy elkészült úthoz hozzávaljunk utcákat. Itt csak próbáltuk új forgalom szervezésbe tenni, illetve amit köztudott egy körforgalom, egy forgalomlassító történet. Tehát ott a le kell lassítani, körbe menni, az újra felgyorsítani. Így gyakorlatilag nem kell plusz ütéseket beraknom. Én nekem abszolút a többet költség miatt jutott eszembe, tehát egy elég magasnak tartom azt a többet költséget, ami az önkormányzatot terhel. Na, tehát van egy másik, ennél még, hogy ezt még hozzáteszem, ugye ott van az általányi szivattyú. Sok közlekedik el mindenki előtte. Mi azt próbáltuk elérni, hogy ne legyen a környékén úgy közlekedés, hogy pont előtte. Vagy ha egyenesen áthúzom előtte az utat, akkor gyakorlatilag mindenkor fogom lehúzni. Hát így viszont gyakorlatilag lesz az emberek, akiknek a terhén, tehát a kerítése mellett megy el az út. Kerítési mellett, de mindegy, én azt hadd kérdezzem meg, hogy erről a forgalomszámlálásról milyen dokumentációjuk van, mert egész egyszerűen képtelenség az a szám, amit leírtak a műszaki leírásban. Annyit tudok ígérni, hogy elő fogjuk keresni, mert az 17-ben, amikor számláltuk a kollégák, és akkor ebből adtak nekünk egy összesítőt, de elő tudjuk keresni. Nagyon csalók, amely nyáron, hétvégén tényleg sokan jönnek. De ma... Szigetre beérkező autószáma 7500 fölött van. 7500 autóról beszélünk. És ezen kívül az egy dolog, hogy most mi van, én nagyon szeretném följön a figyelmet, most van valami. Fejlesztünk egy utat, és a forgalmi számlálás az a országos között a napsugártérig tartott. Hogyha azt tesszük, ugye ez egy nem csak az, hogy most van 10, ha leaszfaltozom, lesz 15. Nem, jóval többen. És azért ezt is figyelembe veszi a forgalom kell. Nem csak kíváncsi vagyok, hogy milyen műszakban mérték ezeket a mennyiségeket. Jó, meg fogjuk keresni, hogy mi volt az a kiinduló alap, amiből a kollégák számoltak. Jó, van még kérdés, hogy hozzánk húzni valamit? Oké. Igazából ugye született egy új határozati javaslat, aminek az alapja az átadott felolvasott indítvány is, és ezért ugye a határozati javaslat jelentős mértékben módosulna, úgyhogy igazából fel kéne függeszteni a napi rendet. Egyidejűleg a szavazás megkezdése előtt ezt a végleges határozati javaslatot kéne írásba foglalni. Több perc, nem? 10. 10? Hát gondolom, hogy a szép mondjuk írásba foglalunk, meg megkapjuk. Alapesetben úgy működik, hogy arról a határozati javaslatról szavaz a bizottság, amit a polgármesteri betervezte. Tehát azt kell igen vagy nem szavazattal megszavazni. Utána, ha ragaszkodik hozzá, akkor természetesen az önök által előírt határozati javaslatot is fel lehet tenni. Rendben, mert igazából szavazhatunk a polgármester úrjáról is. Persze, ebben a formában is, persze. Jó, akkor nincs más kérdés. Nekem még egyet, bocsánat, ez most meg, hogy nagy átnéztem a kérdést az eszembe, hogy ugye alapvetően, hogyha én hozzá teszem, még ezt nem mindenre figyelni, akkor a ti módosítótokban itt azon a 4-es pontban, ami jól érted, az lenne az 1-es pontja a határozatnak majd, hogy tegyük át a belterület útnak majd a külterület. Igen, ezzel hangzott. De hogy ez nem lehet, csak igen. Akkor viszont ezt, ugye, hogyha fogunk erről is szavazni, akkor ezt még a módosítást is majd szeretnétek módosítani, és arról szavazunk. Ha egyértelműen azt nyilatkozta a polgármester úr és jegyzőasszony, hogy nem lehet ilyen irányba módosítani, akkor felesleges szavazni.
Tehát akkor ez az úgy. Máshova figyeltem egy részéről a felesetben. Tehát hogy arról, hogy, tehát, hogy az nem megvalósítható, az hogy, másik szakaszra átteretíteni. Nem, ugye ezt a projektnek a pályázat kiírása. Hát a műszaki tartalma megvan, meg megvan tervezve. De az lesz benyújtva, csak a belterületi szakaszát bírálták el, külterület itt nem. Nem is lehetett pályázni. Nem is lehetett pályázni. Ez a pályázati kiírás úgy szólt, hogy településen belüli belterület után felújítás. Nem szólt külterületi. Nem. Jó, az a lényeg, hogy akkor ez így nem megoldható, tehát azok a felesleges szavazni róla persze. Nagyon, hogy egyáltalán szóval ez minden formában. Jó, akkor ugye a határozati javaslat az az, hogy tehát a Pócs-megye község önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonos... Pénzügyi bizottság. Akkor rosszul. Bocsánat. Pénzügyi településfejlesztési bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy az önkormányzati tulajdonú belterületi utas szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési cél a Pest megye területén című KM önkormányzat 2016/143 kódszámú pályázat során kiírt közbeszerzési eljárás nyilvánítsa eredmények. Erről kéne szavazni. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki szavaz emelve, ki szavaz igennel. Három szavazat. Igen, ki szavaz nemmel. Négy szavazat. Megállapítom, hogy 4-3 arányra a bizottság nem támogatja a határozati javaslatot. A következő napi rendi pont a kivitelezés az Útszerviz Kft-vel való szerződés kötés. Ehhez van valakinek kérdése? Akkor kérdezem a tisztelt bizottságot. Viszont akkor azt rögzítsük a jegyzőkönyvben, hogy akkor a leadott szavazatát mindenki úgy adta le, hogy az egészre vonatkozó. Igen. Így. Jó. Felteszem a kérdést, hogy ezt mindenki úgy értette el, hogy az összesre készfeltartásra jelezzük, hogy úgy értettük-e. Igen. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pont a folyószámla hitel. Minden évben az önkormányzat él azzal a lehetőséggel, hogy likviditási gondjait kezelni tudja, ezért minden évben meg kell hozni egy olyan bizottsági, illetve testületi döntést, hogy az éppen aktuális lehetőségnek maximálisan kihasználva folyószámla hitel keretet szoktunk fölvenni az önkormányzat számára, hogy azon a bizonyos időszakokban, amikor még az adóbevételek esetlegesen nem érkeznek, vagy éppen olyan havária helyzet van, akkor ezzel a pénzzel meg tudjuk oldani azoknak az időszakoknak a kiváltását, amely ínséges anyagi helyzetet mutat.
ezt minden évben meg kell tennünk, hiszen ezt ugye ez kormányengedéllyel történik, a PM engedélyével történik, és van egy adóerősség nyilvántartásunk, ami alapján, illetve a bevételünk alapján meg van határozva, mi az az összeg, ami maximálisan felvehető, ezt mi próbáljuk mindig a plafonig eltolni, és ez minden év végén meg kell tenni, mert segíts Zsuzsi, most kellene majd. Nem, bocsánat, tehát főosztámra hitel, hitel keretszerződést kötünk, nem hívunk le pénzt, csak akkor, amikor szükség van rá. Tehát ez ugyanúgy, mint bármelyik magánszemélynek a sima bankkártyájához tartozik, ez úgy működik, hogy van egy keretszerződés, a mi esetünkben nem is vizsgáltattuk, tehát maradtunk a 20 millió forintnál. Amennyiben szükség van rá, akkor lehívunk belőle, de ez ugye, ahogy az önkormányzatnak jön bevétele, ez automatikusan vissza is töltődik. Ennek a kondícióiról lehet tudni valamit? Mert nem, ugye ez sehol nem szerepel. Nem kértük még meg a kondícióját neki. Mivel, hogy idén sem vettük igénybe, ez egy biztonsági tartalék, mert ugye, mint tudjuk, az önkormányzatnak egy évben kétszer van bevétele, amiből gazdálkodik, most vagy befizetik, vagy nem. Tehát közben van egy olyan időszak, én úgy gondolom évelején, meg a szeptemberi befizetés előtt is lehet, hogyha bármilyen beruházási, vagy akármilyen nagyobb összeget kell kifizetni az önkormányzatnak, akkor ehhez a kerethez hozzá tud nyúlni. Ami ugye, ahogy bejönnek az adóbevételei, vagy bármilyen bevétele, ez automatikusan visszatöltődik. Értem, én azért kérdeztem, hogy mik a kondíciói, mert amikor ezt a keretből lehívnak összeget, akkor arra a kamatot kell fizetni. Igen. Tehát, hogy ez érdekelt volna, amit nem látok sehol. Hát az nincs is van. A jelenleginek tudjuk a kondícióit esetleg? Hogy mik ezek? Milyenek? Ezt több mint egy évvel ezelőtt kötöttük meg. Ez egy éves szerződés. Nem használtuk idén, úgyhogy ebben én be kell valamit, hogy nem értem el, de meg tudjuk nézni. De akkor ez egy kvázi megújítása van, mert fennálló hitelkeretnek évről évre. Nem megújítás, ezt minden évben újra kell kötni. Jó, ez egy rövid tárgyat, hogy ez igen. Azért kötjük újra, de ez olyan, mint a megújítanak. Jó. Van esetleg kérdés hozzá, kiegészítés, akkor... Én egy picit, tehát hogy most igen. Kötekszem, jó? Tehát hogy most mindenki vegye most. Jó, tehát hogy amikor megkapunk egy ilyen hitelkérelem nyomtatványt, akkor azért szeretném, hogyha úgy kapnánk meg, hogy ez tisztességesen ki van töltve, tehát bocsánat, de ide van írva, hogy forint, húf, ide meg 29 forint van írva, egy éven túlmi lejárt tartozásokra. Tehát hogy lehetne kérni, hogy ezeket pontosan kapjuk meg, ha már megkapjuk? Tehát nézem, hogy nincsen. Jó, tehát az előző oldalon ott elforintban vannak, itt meg elforintban, igen. Ez az OTP-nek a papírja mindig elforintban kér, ezt nekem valamit, hogy nem néztem, amikor... Tehát nehogy azért ezért dobja vissza az OTP, ami hitelkérelmüket meg pontatlanul van. Nem, az OTP nem dobta vissza. Jó, akkor annyi pontosítást kérjek, hogy esetleg majd írásban tájékoztatást a hitel. Kondíciókról, jó, azt ha kaphatunk, azt köszönjük, és akkor szavazzunk, elfogadja, vagy támogatja a bizottság a határozati javaslatban foglalt hitel felvételi lehetőséget. Egyhangban igen. Köszönöm. Egyebek? Van valakinek, bárkinek? Oké. Akkor bezárnám.